A DK szerint a kormány tehet az egyre romló inflációs adatról. A párt úgy véli, hogy az orbáni megszorítások, adóemelések és rezsiemelés tönkreteszik az országot és a magyar embereket. A stúdióban Varjú László. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindenről Orbán tehet? Mindenről. Minden, ami azzal kapcsolatos, ami a gazdaságban bekövetkezett, az elmúlt 10 év gazdaságpolitikája, vagy 12 év gazdaságpolitikája, amit alakítottak, az ide vezetett, és ennek nagyon sok szakmai és akár politikai véleményt is meg lehet ebben fogalmazni. Hát hasonlót fogalmazott meg Bodnár Zoltán, a jegyben korábbi alelnöke, hogy az elmúlt évek 10-12 év elhibázott gondolkodásmódja. Na de most van egy helyzet, és az emberek nem csak azt várják, hogy erre rámutassanak, gondolom a politikusok, hogy ki a hibás, hanem hogy mi a megoldás. Önök látják, mi a megoldás? Hát ugye mondhatnám egyszerűen azt, hogy kormánycsere, vagy miniszterelnökcsere. Jó, induljunk ki ebből, kormánycsere. Mi történik másnak? De ilyen szempontból például az a legegyszerűbb, hogy az ellenzéki javaslatnak megfelelően, a DK javaslatának megfelelően azonnal csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, és meg azokat a feltételeket fel kell vállalni, ami biztosítja azt, hogy az Európai Unióval, a legközvetlenebb szövetségeseinkkel igenis legyen megállapodás. Jó, akkor jön az uniós forrás, attól levegőhöz jut az ország. De mit kellene alapvetően másképp csinálni? De én azt mondom, hogy nem nekem kell kitalálni azt, hogy Orbán Viktor, amit elrontott, ahelyett majd én mondjam meg neki. Hát hogy azért akar csinálni. Kormányváltást, nem, hogy megcsinálja helyette. Én azt gondolom, hogy ha most az általános és a kérdésre is igazából azt hiszem az a válasz, először is most bizalmat kell teremteni. Orbán Viktor hazudott ennek az országnak, becsapta az embereket, amikor azt állította, hogy ezt meg tudja csinálni. Nem tudja megcsinálni, miközben ezt pontosan tudta, csak egy példát. Tudhatta előre, hogy ekkora lesz a baj? Mondhatom, csak egy példát mondok erre. November 15-én bevezették a benzinár sapkát. A háborúnak még híre hamva sem volt, és már erről kellett beszélni. Ők a nagyon erős kommunikációval elfedték azt, hogy 2019 óta az ország egy rossz pályán van, növekvő inflációs környezetben van, és ennek a levét isszuk most, hiszen az, amit ő elkövetett, az nagyobb részt az ő bűne, és ami előttünk van, vagy amiben benne vagyunk, annak a kétharmadát ezt ő okozta. Gyurcsány Ferenc azt írta, hogy akkor nem sikerült, ugye az akkor az a 2000-es évek, amikor ő miniszterelnök volt, elrontotta. Most sikerülni fog, erre készülünk. Miért fog most sikerülni, hogyha akkor nem sikerült? Én azt hiszem, hogy a magyar emberek észrevették és rájöttek arra, hogy az az út, amelyen Orbán Viktor vezeti ezt az országot, az tarthatatlan és elfogadhatatlan. Remélem, hogy sokan ezt a véleményüket hajlandók és képesek megfogalmazni is. Mondok egy példát. Az elmúlt hétvégén a Demokratikus Koalíció szervezetei, közösségei, ugye több mint 15 ezer taggal bírunk, és több mint 70 helyen az országban ott voltunk, ahol az emberekkel lehetett találkozni. Szeptemberiális, igen. Emberiális, köszönöm szépen, ez a hivatalos neve, és rengeteg olyan véleményt kaptunk, amiből látszik az, hogy elegük van abból, ami itt történik. És itt a hazugság, azt hiszem az egyik, de jön a másik, ami az igazi probléma. Ma reggel kaptam egy alföldi községből azt a számlát, ami bemutatja, hogy egyébként eddig volt a fűtés szezonális időszakban 25 ezer forint a gázszámla, most pedig július 24-től augusztus 24-ig terjedő időszakban csak fürdés és főzésre 65 ezer forint a gázszámla. Ezt most nagyon sokan kapták meg, és bizony ennek a köve, ez, amikor arról beszélünk, megszorítás, adóemelés, rezsiemelés, ez az, amit Orbán Viktor tett velünk. Varjú Lászlót hallották és látták, a DK alelnökét. Köszönöm szépen. És most Hak Petrát kérdezem, hogy mi hír Londonból, vannak-e friss információid, és hát látunk-e friss képeket a Buckingham palota környékéről. Szervuszegon, én is köszöntöm a nézőket. Igen, egyre többen gyűlnek össze a Buckingham palota előtt, de a családja legközelebbi tagjai voltak II. Erzsébet angol királynővel az utolsó óráiban Balmoralban, ahol békésen hunyt el. Fia Károly Balmoralban maradt Skóciában, és holnap tér vissza Londonba. Őt 24 órával édesanyja halála után nevezi ki hivatalosan királynak. Közleményt adott ki, amelyben azt írta, hogy nagy vigasztalást jelent számukra az a szeretet és tisztelet, amit édesanyja tapasztalt a brit néptől. Beszédet tartott az új miniszterelnök is, Liz Truss, akit mindössze 2 napja kért fel a királynő a kormány alakításra. Egyben az erről készült kép az az utolsó, amelyet láthatunk a királynőről.
A miniszterelnök a Downing Street előtt tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy a jelenleg az Egyesült Királyságban élő emberek többsége számára ő volt az egyetlen uralkodó, akit valaha ismertek. A miniszterelnök beszédében hozzátette, idézem, hogy a királynő volt az a szikla, amelyre a modern Nagy-Britannia épült, aki megtestesítette az ország szellemiségét. Hozzátette, hogy ez a szellemiség megmarad a jövőben is. Hag Petra, köszönöm szépen. Figyelj tovább, és számítunk ezután is a beszámolóidra. Köszönöm még egyszer. És kérdezem Lampi Ágit, aki egy új műsorral készül, mindjárt folytatódik a tévében a műsor folyam, hogy nálatok a mai témában mi lesz. Szervusz, Ego, jó estét kívánok! Hát nálunk is átírta az élet, átszerkesztette a mai műsor. Mi is azzal foglalkozunk, hogy 96 éves korában meghalt II. Erzsébet bét királynő. Békében ment el a királynő ma délután, ezt jelentette magyar idő szerint 7:30 a Buckingham palota a közleményében. II. Erzsébet volt a leghosszabb ideig trónon lévő brit uralkodó, az Egyesült Királyság történelmének leghosszabb ideig hatalmon lévő monarchája. 1952. február 6-a óta uralkodott. Egyedüli, aki platina jubileumot is ünnepelt, miközben uralkodása generációkon és a világot teljesen megváltoztató eseményeken ívelt át. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni a mai adásban. Itt lesz két vendégünk, Pán Mónika brit szakértő és Gálik Zoltán külügyi szakértő is, úgyhogy ezzel a témával jövünk már is. Hát ez a velünk élő történelem, még hogyha egy halálhírről van is szó ebben az esetben, mert hogy én azt gondolom, hogy a történelmet látjuk a szemünk előtt zajlani. Köszönöm szépen, és figyelünk rátok természetesen a továbbiakban. Remélem, hogy ezt a nézők nevében is mondhatom. Én pedig holnap este kérem megint a figyelmüket. Lesz egyenes beszéd a szokott időpontban, pénteken is. Viszontlátásra!